Hagyiska, Juliska! Magának is, Mariska! Mit csepergett itt az utcán? A száraz leveleket. Ezek milyen levelek? Ajánlott levelek. A majás kocsa megint lerántott a postát a bicikliéről. Mikor történt ez? Egy hete. És a postásnak nem lett semmi bajja? Tudja, fene. Azóta még nem tért magához. Képzelje el nekem, mert hallja foga, tettem is rá egy kis pálinkát. Most mikor megy vele doktorhoz? Majd ha elfogyott a pálinkám. Az uramnak is most igazítottak a fogain. Az Afrikában? Nem, a szüreti bálban. Hát ebben a kurbában mindig elődjön valami. Ne is mondja, tennap úgy megszédültem. Mutassa a kezét. No. Hú, de lassan megy a pulzussal. Nem baj, úgyse siete sehová. Ilyen már egy kicsit. No. Azért be kéne menni az orvoshoz, megmutatni a magát. Én a múlt héten bevoltam a Soborjai doktornak, úgy megtapogatta a faromat, azt kérdezte, hogy mire emlékeztet engemet ez a nyomás. Na és mire emlékeztette? Segédjegyzőre. Háj, maga, mindig húcsukodik. A jövőben jobban kell majd takarékoskodnunk az áramból, Mariskám, mert emelkedik az ára. Nálam minden villanykapcsoló föl van kapcsolva. Én sem fizetek többet. Most hogy lehet? Úgy, hogy előtte kizsavarta minden körtét a foglalatból. Az mit szól, hogy másfél százalékkal megint leértékelték a forintot? Az mit jelent? Hát azt, hogy a forint még puhább lett. Akkor az én uramat 100%-osan leértékelik. Maga baj a Mariskám, de az már nem, hogy a falunkban romlott a közbiztonság. Bizony, az én vejem egyik nap csak egy szál alsonadrágba bírt haza gyűnni. Jézus! Levet küzdették. Nem, telitankolt a benzinkúta. Maga, hogy van vele, illetül az őszi időtől olyan életunt vagyok. Akkor jöjjön, így jön a boromból. Annyira nem vagyok életunt. Most csak betűnlet életunt. Mi kérdezi? Beteg lett a malacom, két tyúkom eltűnt, egy hete nem jut haza az uram. Jöhet még ennél rosszabb? Jöhet. Ha majd visszajön az ura. Amma igaz. Képzelje, voltunk a Benjaminkkel kirándulni. Meghallgattunk egy orgona hangversenyt. Most mennyibe került a jegy? Hát én csak fél árut vettem. Miért? Ma az egyik fülemre nagyot hallok. Az imányemékben Görögországban voltak a nyáron. Oh. Megnéztek valami akropolisztát. És mit mesélnek? Azt mondják, hogy ottan se sietnek a közmunkával. És ezt honnan veszik? Onnan, hogy 3 évvel ezelőtt is jártok ott. De akkor is pont olyan romos volt minden, mint most. Jöztem, a maga feje nem indul a polgármester választáson? Sajnos nem. Volt eset a becsületén. Mi? Benne volt a SZESZ mafiába. Ő sérkedett a SZESZ-szel? Rosszabb. Hamisított? Annál is rosszabb. Megitta. De ezt még mind ki lehet bírni, Mariskám, de sajnos az én uram már kibírhatatlan. Mi? Annyira goromba, hogy már 2 kilót fogytam miatta. Na, miért nem adja itt, Juliskám? Mert szeretnék még 2 kilót fogyni. Mariskám!